Ma reggel 8-kor zöldre váltott a lámpa a Bahreini Box utca végén, ezzel pedig kezdetét vette az idei téli teszt. Az első nap sláger témája pedig nem is lehetett más, mint a Red Bull. A múlt heti autóbemutatót követően ugyanis teljes pompájában csak most láthatta meg először a közönség az RB20-at, ami zéró podot közel sem, cápa orró oldal doboz viszont annál inkább hordoz. Az autó hűtőrendszere egészen furcsa kialakítást kapott, ugyanis az oldaldobozok mellett idéntől már a Glória mögött is bömlők kaptak helyet. Ezek ellensúlyozzák az oldalsó radiátorok hatékonyságának csökkenését. Az aerok kialakításon túl természetesen Christian Horner is téma volt az osztrák csapattal kapcsolatban. Horner ott van Bahreinben, de nem nyilatkozott, ahogy Newey-hoz és Márkóhoz hasonlóan csapatruházatot sem viselt. Az ügy részleteiről továbbra sem tudtunk meg többet, így ugorjunk a következő témára. Ez pedig Verstappen 1.33.3-as ideje, amivel 1,1 másodpercet adott a második leggyorsabbnak. Bár a különbség tetemes, és könnyen lehet, hogy az idei Red Bull is fölényesen nyeri majd a bajnokságot, ezek a köridők még közel sem mérvadóak. A holland 143 problémamentes köre viszont annál inkább. A reggeli gumizatlan pálya még erősen alulkormányzott volt az RB20-as, a közepes keverékekre váltva és a beállításokon egy kicsit tekerve viszont ugyanolyan stabil volt az autó, ahogyan az a tavalyi évben. A második leggyorsabb időt Norris autózta, aki a McLarennel együtt végre fellélegezhet. Három év után ugyanis a probléma nélkül a tervezett fejlesztési csomaggal kezdte meg a csapat a tesztet. Az MCL38 külsőre csak pár részletben változott, de végre fékhibák és hűtési gondok nélkül 129 körrel zártak. A harmadik legjobb időt Sainz futotta. A Ferrari látványosan alacsony motormódban körözött egész nap, és rögtön a versenyszimulációkkal kezdtek. Mindkét pilóta azt nyilatkozta, hogy a tavalyi alulkormányzottság sokat enyhült, ehhez pedig a délelőtt során rengeteg különböző beállítási kombinációt próbáltak ki. A délutáni hűvösebb időjárásban aztán már az autó mozgása is sokkal szebb lett. Sainz mögött pár ezreddel Ricciardo zárt. A tavalyi Red Bull örökségéből építkező Racing Bulls egy kiforratnak tűnő autóval görgült pályára, az ausztrál pedig akár a második helyen is zárhatott volna, a legjobb szektorait viszont nem egy körben rakta össze. Megérzésünk szerint viszont a fajanzai csapat már egy kicsivel jobban felcsavarta a motort, mint a mezőny többi része. Egy délutáni technikai hiba miatt a Ricciardo Cunoda párs aztán a második legkevesebb körrel 115-tel zárta a napot. Az ötödik leggyorsabb Gasly volt, aki Okonnal osztozva egész nap a jól megtankolt és kemény gumikon köröző Alpint vezette. A franciák tavaly is egy hasonló tesztprogrammal kezdtek, abból végül semmi érdekes nem sült ki. Idén legalább a naplementében megpróbálkoztak egy gyorsabb körrel, ami végül 0,3-tizeddel maradt el a McLarentől. Alonso délelőtti maratoni etapjai után Stroll kapta meg este az autót, a legjobb körülmények között azonban többször is hibázott. Az Aston a mai napot a korrelációs tesztekkel kezdte, délután pedig versenyszimulációkra váltottak. Végül 130 körrel mehetnek pihenőre. Pocsék napot zárt a Williams, amelyik délelőtt az üzemanyagpumpa, délután pedig az egyik féltengely hibája miatt rengeteget állt a garázsban. Az Albon Sargent Duo végül csak 61 körig jutott, és már most jelentős csúszásban van a tesztprogramjukat tekintve. Végezetül mind a Sauber, mind a Haas, mind a Mercedes egy elég szürke napot zárt. Közülük a Haas kizárólag a hosszabb etapokat próbálgatta, hogy jobban megértsék a gumik működését. A Magnussen-Hülkenberg duó végül 147 körrel a lista élén végzett. A Mercedes-t ma csak Russell próbálta ki, aki egy műszaki probléma miatt másfél órát bukott délelőtt. A hibrid rendszer megjavítása után aztán rengeteg beállítást kipróbáltak, majd feldobták a keményebb gumikat a hosszabb etapokra. A Sauber mai programja pedig tényleg annyira eseménytelen volt, hogy semmit nem tudunk róla mondani. Így zárult az első bahreini nap, találkozunk holnap, a második nap összefoglalójával. Hogyha tetszett a videó, akkor nyomdok rá egy lájkot, nézzetek szét a csatornán további tartalmakért, hogyha még nem tettétek meg, iratkozzatok föl, hogyha pedig kifejezetten tetszenek a tartalmaink, Patreonon tudtok minket támogatni, az eddigi támogatóinak nagyon szépen köszönjük a bizalmat, találkozunk legközelebb, addig is legyetek jók, sziasztok!